Ezt a középfeszültségű oszlopkapcsolót már egy kaposvári mérnök hallgató segítségével javították meg a villamossági gyárban. Agárdi Róbert az 5-ös Forrád műszaki technikumban végzett, és egyike az első olyan hallgatóknak, akik a Somogyi megyeszékhelyen kezdhették meg felső fokú műszaki tanulmányaikat. Most valós munkakörülmények között piacvezető termékeken keresztül tanulja választott hivatásának gyakorlati fortéjait. A feladatok nagyon sok színűek, leginkább tervezés, 3D modellezés a feladatom, de a mentorommal együtt leszoktunk menni a gyártásba, és ott is különféle szereléseket megcsinálunk. A gépész, illetve villamosmérnök képzés tavaly indult el a MATE kaposvári kampuszán. Az új lehetőségnek hamar híre ment, így szeptembertől már több mint 20 fiatal tanulhat műszaki szakirányokon az intézményben. Szükségesnek tartjuk a duális képzési partnerek számát növelni Kaposváron és a térségében. Minden hallgatók számára szeretnék ezt a lehetőséget biztosítani. A duális képzés nekik egy komoly lehetőség, hiszen, ahogy elmondtam, itt a gyerekek már a gyakorlatban rendelkezni fognak olyan ismeretekkel, amit majd később az elméleti tudásukat majd fogja bővíteni, és ehhez ezek a partnerek egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy népszerű legyen a képzés, és egyre inkább gyakorlatorientáltabbá szeretnénk tenni. Ezt vallja a kaposvári villamossági gyár ügyvezetője is, aki szerint minden cég jól felfogott érdeke, hogy helyben tartsa a tehetségeket. Ezt a törekvést segíti elő a Kaposváron megteremtett felsőfokú képzés lehetősége is. Örülünk annak, hogy a 2022-23-as tanévre is folytatódik kiemelkedő tanulmányi eredményű középiskolások részére az egyetemi képzés. Ennek a létszáma ismételten üdvözlendő, és én már előzetesen jeleztem a főigazgató úrnak, hogy a 2022-23-as tanévből 2 gépész és 1 villamosmérnök hallgatók szeretnénk a villamossági gyár kötelékében tudni. A cégvezető azt mondja, a náluk tanuló hallgatókra hosszú távon számít a vállalkozás, vagyis a fiatalokra a diploma megszerzése után biztos megélhetés vár.